Básti Julival, a híres Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznővel találkozhattunk október 15-én a Laffert kúriában. A Rivalda fényben címmel rendezett estén a Laffert kúriában Básti Juli színésznővel beszélgetett Borzák Tibor újságíró. A tartalmas szórakoztató estén közelebbről is megismerkedhettünk a kiváló színésznővel, aki elkápráztatta a közönséget életének és pályájának érdekes epizódjaival, a színész szülők örökségével. Básti Juli. És akiről mindez szól, Cserhalmi György. Az az éjszaka, de tíz újabb tűznyoma, apró bíbor bűnjelek, tanunk rá, hogy létezett. Minden utca sarkon, csak te rólad hallok, hogy körbe hordasz apró bűnjeleket. És még azt is hallom, hogy azt tíz kis ujjom, és hogy éjjel pont én voltam veled. S ami főként meglep, hogy ezért oda vagy, márpedig te előzőleg zárkózottnak mutattad magad. Kiáldozva emlegetsz, kis tíz bíbor bűjelet, s felléptél már mérgesen, vagy száz nyilvános helyen. Másként kéne, lárvát csapsz, így iszony, a bizony. Másként kéne, másképpen ez iszony, nem bizony. És a szerző Dés László. Minden háztöbb sarkon, mert rám bámul mind a lakóhelyet. Hátam mögött hallom, minden háztöbb sarkon, itt megy az, kit egy nő nagyon szeret. S csak azért, mert éjjel ittam valamit, és valaki magányos volt, hát gondoltam, segítek kicsit. Az sem jó, ha emleget, az sem jó, ha elfelejt, az sem jó, ha nincs nekem, senki sehol bűjelem. Másként kéne, lármát csapsz, így iszony, ami szony. Másként kéne, Köszönjük szépen az érdeklődést, hogy ilyen sokan eljöttek ezen a szép borongós őszi napon, ami tulajdonképpen egy új sorozatnak az első programja. Reflektorfényben címmel tervezünk egy sorozatot indítani itt a Laffert kúriában. Gyönyörű környezetben tényleg szavunk eláll, olyan igen, nagyon gyönyörű. Szép a környezet. És hát arról nem beszélve, hogy akiket tervezünk meghívni, tőlük is eláll a szavunk. Elsőként talán tudják, hogy Molnár Piroskát szerettük volna meghívni, de
betegség miatt sajnos nem tud itt lenni velünk, viszont annál nagyobb örömmel köszönhetjük Básti Julit, a mai esti beszélgető partnerünket. Én Borzák Tibor vagyok, és akkor el is kezdjük a beszélgetést. Hát lement ez a videóklip, ami mintha a napokban rögzült volna. Tehát nagyon sokaknak én úgy gondolom, hogy ezek a dalok, amik a Básti Juli énekelt azon a bizonyos szóló lemezén, ami végül is duett volt, ugye, mert Cserhalmi Györgyel közös volt az a lemez, itt is van nálam, úgyhogy ha valaki majd szeretné meghallgatni, akkor kölcsönadom. És ez a dal azért egy kicsit merész volt ugye a témáját illetően is, viszont ez a vállalkozás, ez hogy jött az életébe? Tehát én azt mondom, hogy egy sokszínű színésznővel fogunk itt ma beszélgetni, szerintem kevés is lesz ez az órácska, de akkor ezt a színt már is meghallgatnánk. Teljesen gyanútlanul bementem, akkor a Katona József Színház tagja voltam, és egyik este mentem be szokásosan 17:30 körül a színházba, és a portán mondták, hogy keresett a Dés, és teljesen összeugrott a gyomrom, hogy Jézus Mária. Akkor visszahívtam, és azt kérdezte a sajátos ilyen orhangján, hogy figyelj, lenne ezt kéne csinálni. Azt gondoltuk a bereményével, hogy marha jó lenne, ha te lennél meg a cserem. Az ő stílusában. És hát én így remek, de mondom, igen, jaj, köszönöm, jaj, de jó. És de egyszerűen olyan, te abszolút váratlan volt, és én világéletemben gyerekkoromban is nagyon sokat énekeltem, és gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem volna valahogy egy kicsit énekelni is. És a legvadabb vágyaim között szerepelt, hogy egyszer talán, hogyha lehetne egy lemezt csinálni. És amikor ez felhívottad, és akkor én annyira örültem, hogy elkezdtem ugrálni és visítozni a portáspülkében, de tényleg, szóval mint egy kis hülye gyerek elkezdtem visítozni és ugráltam, mert annyira boldog voltam, hogy ez eljött ez a pillanat, hogy valaki gondolt rám, és hogy énekelhetek. Szóval utána elkezdtünk próbálni, jó sokat próbáltunk, és akkor körülbelül akkoriban egy lemezfelvétel, hát az alig volt, pár percet kaptunk mondjuk ezt túlzás, de talán ha 2 vagy 3 napot tölthettünk a stúdióban, tehát előtte nagyon fel kellett készülni. És akkor megcsináltuk. És akkor tényleg mire a stúdióba kerültünk, addigra már nagyon a miénk volt az anyag. De persze azért így is kottából olvastuk a szöveget, tehát amikor például a férfinő koncertet meg kellett tanulnunk, már nem is tudom, 10 éve kezdtük, vagy egyszer, vagy 8-9, nem tudom, nagyon rossz vagyok ezekben a visszaemlékezésekben számomban. Itt van a lemez, csak látnám, akkor olyan apró betűben van rajta, de... Tehát akkor az előről kellett, mert meg kellett tanulnunk a szöveget, mert azért azt ott a stúdióban így a kottából olvastuk, megnéztük. De nagyon-nagyon izgalmas munka volt, és én egyáltalán nem tudtam, hogy stúdióban ennyire másfajta a munka egy ilyen zenefelvételnél, mint a rádióban vagy a szinkronban. Tehát sokkal nagyobb etapokat vettünk egybe. Én azt hittem, hogy van úgy, hogy soronként, meg hangonként, majd de nem, mert azt mondta, hogy például, hogy ha egy számnak megvan a feelingje, és nagyon jó a hangulata, hogy énekeljük, akkor többet ér, hogy benne van mondjuk 1 vagy 2 picit rosszabb vagy hamisabb hang, mint hogy akkor elveszítsük a hangulatát a számnak. Én azt hiszem, hogy éppen ez volt a sikere ezeknek a lemezeknek. Uh-huh. Tehát általában a színész lemezeknek, ha a színész énekel. Mert hogy miért akar énekelni a színész? Ez is egy kérdés persze. Nem tudom, az éneklés az valahogy hát a színészet is ugye egy ilyen kiszabadító valami, tehát a lelkünket kinyitjuk, és így kiadjuk az érzelmeinket, de az éneklés az még inkább. Tehát valahogy, amikor azt mondják az operetre, ugye, hogy amikor már nem tudod tovább mondani prózában, akkor kezdj el énekelni. A Nádasdy Kálmán bácsi így tanította nekünk igazából az éneklésnek a filozófiáját, hogy az egy még egyen magasabb lépcső, mint a próza. Egyébként a színészek nagy többsége azért tanul énekelni sok-sok éven keresztül, amikor már a pályán van akkor is tovább,
képezi magát éneklésből, mert az éneklés az egy egészen másfajta tartást ad a, nem az embernek csak egyszerűen, hanem a hangképzésnek. És a hangunknak a használata az ahhoz, hogy nagyon ki tudjuk használni a mély és a magas lágékat is, ahhoz bizony nagyon jó dolog az éneklés. Tehát sok mindenre jó az éneklés. És az, hogy ugye ebben a utóbbi, szerintem 5-6 éve lehetett ez a férfinő, amikor egy újra összeállt a közös produkció, tehát Udvaros Dorottya, Cserhalmi György, Básti Juli és Kulka János. Tehát igazán biztos volt, aki látta is esetleg a valamelyik koncertet, az ország több pontján is lehetett látni. Nagyon sok helyen voltunk, igen. Hogy ez valahol egy kicsit a nosztalgia is előhozta ezt, mert ugye közben eltelt egy csomó év, és ezek a dalok, meg így ez a négyes, egy hihetetlen siker. Nem a mi ötletünk volt, tehát ezt igazából a producer hölgynek a Geszti Margit ötlete volt, hogy így hozzuk össze ezt a két lemezt. Tehát a Dorottyának volt ugye ez az önálló lemeze, meg hogy a Cserhalminak is volt, kettesben voltunk, és hogy a Kulka Jancsit is ő nagyon szereti, és neki is van egy csomó lemeze, zenei anyaga, és hogy akkor így álljunk össze. Ez az ő ötlete volt, nem a miénk, és ezért azt gondolom, hogy nem is nosztalgia volt ez inkább, hanem azt akart, hogy megmutassuk, hogy még ma is mennyire élőek ezek a dalok, és bár sokkal tapasztaltabbak és idősebbek vagyunk, az nem ront a dalokon, és nem ifjúi hévvel, de középkorú bölcsességgel is lehet fogalmazni, újra fogalmazni ezeket a dalokat, és hát a Bereményi szövegei, ugye hát azok kincsek, tehát az örökérvényű, és az egyáltalán nem kell ahhoz, hogy az ember 10 éves vagy 20, mert az 100 éves korukig az emberekre hatnak, mert csodálatos mély szövegek, igazi költemények. Hát épp ez a jó benne, gondoljunk csak a Cseh Tamás Bereményi produkcióra, hogy bármikor és az idők végeztéig aktuális marad. De ugye fölmerül önkéntelenül a folytatás. Kérdeztem itt még mielőtt bejöttünk, hogy majd erről beszélhetünk-e, hogy akkor hamarosan megjelenik egy Básti Juli 2 lemez, mert ugye Udvaros Dorottyának most fog megjelenni. Tudom, hogy őt is régóta kapacitálták már, hogy legyen folytatás. Igen. Itt mi a helyzet? Hát a Dés mondta, hogy csináljunk egy lemez, de ő tudja, ismeri magát, megismeri a Bereményit, és ők nagyon lassúak. Tehát, tehát vannak olyan helyzetek, mondjuk egy színházban el kell készíteni határidőre egy darabot, vagy egy szöveget, akkor egyszerűen a helyzet az, hogy rájuk zárják az ajtót. Tehát tényleg, nagyon-nagyon. Nagyon helyesek, de tehát ő tudja magáról, hogy ő nagyon lassú, és akkor azt mondta, hogy szóljak a Pressernek, meg szóljak ennek és annak is, hogy több ember legyen a lemezem, több anyag. De én ez annyira rossz vagyok ebből a szempontból, hogy én nem tudom ezt kézbe venni, szóval én nem tudok elkezdeni telefonálgatni. Haló, akkor én vagyok, szia, és akkor írjál nekem egy... Mindegy, de hát lehet, hogy így lassan arra szolgat. Mindig találkozunk, mindig néha felhív telefon, és akkor mi van most már, akkor jó, akkor kezdjük, jó, oké, akkor letesszük. Vagy fél évig meg lesz. Jó, felhívjam. Jó, de hát jó, meglátjuk. Ha már ugye ezzel a sokszínűséggel kezdtük, ugye az éneklés az egy szegmens se a pályájának, elég kicsi, de nyilván a színészet az a többségében, színház és a film. Tehát mennyiben kell mindig valami mást előhozni? Tehát, hogyha mondjuk egy filmforgatás van, vagy egy színházi munka, vagy mondjuk a koncertezés. Tehát nyilván mindig más energiákat kell felszabadítani. Lehet ezt így egyáltalán kategorizálni? Én semmiképpen nem kategorizálom, hanem valóban mindegyikre másfajta készülés van. Ugye a színházban egy produkció, amíg elkészül, az jó esetben 8 hétig próbálunk. Rossz esetben 5 hétig próbálunk. Ez óriási különbség, de a mai világban egyre inkább hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy egy produkcióra 5 hét van. És ott sem mindig vagyunk a színpadon, ahol majd az előadás lesz, hanem mindenféle próbatermekben kell
kísérletezni, hogy ez majd hogy fog kinézni nagyobb térben. Mert egy kis helyen bepróbálni valamit, akkor lényegében át kell hangszerelni egy nagyobb térre. Ugye, de azért ott mégiscsak van egy csomó idő arra, hogy felkészül az ember, bepróbálja ezeket a jeleneteket. A filmezésnél legfeljebb fejben lehet kitalálni ezt otthon. Nagyon kevés olyan film van, amire előtte már próbálnak. És akkor, mit tudom, egy pár napot úgy találkozik az a két-három ember, akik csinálják a jelenetet, de ez iszonyú ritka, és nagyon kevés filmrendező csinálja. Ott azt abban a pillanatban a helyszínen kell megszülni. És egyébként azért nehéz a filmezésben tulajdonképpen, az a nehéz benne, hogy különböző rendezők vannak. Vannak olyan rendezők, akik egy jelenetet megismételtetnek mondjuk, hát van, aki 25-ször, 30-szor is, szóval az maga a borzalom. Mert újból és újból az ember szerintem ennyiszer nem tudja megcsinálni ugyanazt egymás után, ugyanabban a egy óra vagy másfél órán belül. Azt pláne, hogyha egy nehéz jelenetről van szó. De sok rendező ragaszkodik ahhoz, hogy ezért a világítás nem volt jó, ő úgy gondolja, hogy még picit máshogy akarja felvenni. Tehát az nagyon nehéz. De van olyan rendező, aki például kétszer vesz fel valamit, és akkor ő tudja azt, hogy azt ő fogja tudni használni. Viszont ilyen szempontból az a nehéz, hogy hogyan tudom arra a pillanatra összpontosítani a feladatomat. És majdnem, hogy azt mondom, hogy ez egy permanens izgalom. Tehát filmezni az egyáltalán nem egy nyugodt dolog. Nem olyan, mint amikor az ember bejár a színházba és próbál, és akkor napokon, heteken keresztül egy-egy jelenetet próbálunk, szépen átgondoljuk, így lenne jó, úgy lenne jó. Hanem a filmezésnek még plusz ez a fajta feszültsége is megvan, hogy én teljesen ki vagyok szolgáltatva a rendezőnek és az ő koncepciójának, hogy ő meg hát a operatőr, és hogy mennyi órán keresztül világít, vagy két jelenet között hány órát kell várni, amíg a szobában mondjuk én itt azt mondom, hogy szerbusz, és utána az egész szobát átrendezik, és a másik végében csak annyit kell mondanom, hogy akkor várlak, vagy mit tudom én. És akkor, tehát ez egy iszonyú türelemjáték, miközben az ember végig ideges, mert így fönt kell maradjon, nem szabad leeresztenie, hiszen csak az egy pillanat van, amikor megcsinálhatja azt a feladatát, vagy azt a mondatot, vagy azt a jelenetet. Honnan kanyarodtam ide? És volt úgy, hogy 25-re viszont sikerült? Ja, igen, tehát, és még azt akartam, hogy igen, persze, van olyan is, de, uh-huh. De a másik az, hogy az a nehézség, hogy melyik színész milyen. Én például olyan vagyok, hogy nekem azt kellett megtanulnom, hogy én amikor elsőre megcsinálok valamit, ha filmezek, akkor az a legjobb. Tehát nekem általában az szokott a legjobban sikerül. Van, akinek 5.-6. alkalomra jön csak az ki, ami a legjobb. Na, az szerencsésebb, mert a rendező úgyse fogadja el az elsőt, szóval az nem létezik. Úgyhogy nekem igazából azt kell megtanulnom, hogy rögtön még ne adjam ki magamból azt, amire igazából szüksége van annak a jelenetnek, vagy hogy nekem, vagy a rendezőnek. Uh-huh. Tehát nekem ezt jócskán jó ideig tanulnom kellett. Nekem a Gábor Pál volt az a csodálatos tanárom, tulajdonképpen egy nagyon híres filmrendező, bizonyára ismerik. Az Angi Vera volt egyébként egy nagyon híres filmje. Én a Kettévált mennyezetben dolgoztam vele életemben először. Az volt az első nagy játékfilm, amire engem kiválasztott. Ő, a főiskolás, utolsó éves főiskolás voltam. Egy munkáslányt kellett játszanom, egy szívbeteg munkáslányt. Csodálatosan szép feladat volt, nagyon szerettem. És ő tanított meg engem tulajdonképpen filmezni. Ő magyarázta el, hogy milyen kameraállásban, hogyan kell játszani, mennyi elég, mennyi csak egy icuri-picuri kis félrenézés, vagy egy pici grimasz, mert hogyha többet csinál az ember, akkor az a vásznon, a vetítővásznon az óriási lesz. Tehát még az eszközeiben is a színésznek egészen máshogy kell működnie, mint a színházban. Színházban, ha csak ennyit csinálok, hogy hát azt már a harmadik sorba se látja senki. Úgyhogy csak azt mondják akkor, hogy milyen furcsa, mereven néz a színésznő. És akkor pedig nekem milyen fájdalmam volt. De a filmvásznon ez például elég. Szóval ez nagyon érdekes. Engem ez nagyon érdekel. És kapott is egy nagy szakmai elismerést, ugye, ha jól tudom, külföldi fesztiválon. Azért is, igen, a Kettővált mennyezetet. Igen, egy évek közt, de igen, igen. Én viszont hoztam két képet, hogyha meg tudjuk mutatni. A
Először a csúnyát, jó? Azt akarom mondani, hogy a két véglet. Igen, tehát ez volt a Sztálin mennyasszonyában, és a Vörös grófnő pedig ez. Igen. Na, amikor a Sztálin mennyasszonyát forgatták, majd visszaadom. Azt hiszem, Kecskemét környékén forgattak valamit. A Sztálin mennyasszonyát várjunk, csak Kumpeszéren forgattuk. És én akkor kimentem egy riportot készíteni a forgatásról, és akkor mondtam, hogy de hát hol van már a Básti Júli, szeretnék a Básti Júlival találkozni. Ott volt mellettem, és tehát az a maszk az valami kegyetlenül. Pedig nem volt hosszan, nem hosszan készült, csak amíg elkészítették a városban, amikor megcsinálták ezt a fogsort. Tehát igazából, amikor már forgatás volt, akkor lényegében csak így bekaptam ezt a fogsort, és már kész is volt. Tehát nem vett csak időt igénybe a sminkem, mert csak így lekoszítottak, tehát ilyen koszt használtunk. De az nagyon kényelmetlen volt az a fogsor, de én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, tehát igazából azt mondhatom, hogy az életem egyik legnagyobb ajándéka, hogy a Bacsó azt gondolta, hogy én ezt el tudom játszani, és hogy rám osztja. Mert színészi feladatként egyszerűen lubickoltam ebben a szerepben. Tehát csodálatos egy ilyen tehát nagyon szomorú, és nem is arról akarok mesélni, hogy úristen, milyen beteg emberek vannak, és hogy milyen betegségekkel élnek emberek, csak hogy mint színésznek egy ilyen feladatot kapni, az csodálatos volt. És készülni rá. Készültem is rá, igen, és elmentem ilyen intézetekben, és néztem ilyen beteg gyerekeket, beteg embereket, fiatalokat. Annyiban csalás a filmben a szereplésem, hogy ott azért egy-egy szót mondok, tehát Sztálin, Paranya, Gubina néni, összeesküvés, meg nem is tudom milyen, tehát bizonyos szavakat mondok, holott ezek a típusú betegek, ezek egyáltalán nem tudnak semmilyen szót kimondani, nem tudnak képezni beszédet, csak egyszerűen abszolút ez van. De ugye hát ezért mégiscsak ez egy irodalmi anyag volt, ugye, ezért muszáj volt megszólalnom. És hát így sikerült. De hát szóval én nekem ez nagyon-nagyon nagy élmény volt. A saját, most, hogy mondja, hogy nem ismert meg, a saját unoka, nagybátyám, a Zolnai Pál, aki egyébként filmrendező volt, sajnos már nincs közöttünk, ő éppen egy filmjét vágta a filmgyárban, amikor elment azelőtt a vágószoba előtt, ahol ezt a filmet vágták, a Sztálin mennyasszonyát. És benézett, és ezt később mesélt el nekem, benézett, és úgy magában mondta, hogy fú, milyen jó kis orosz színésznő. És utólag tudjuk, hogy hát ez én voltam. És akkor nagyon, ez nagyon helyes volt, amikor mesélt. Büszke voltam, hogy egyáltalán nem lehetett megismerni. A Vörös grófnőt, szebb nőt könnyebb játszani, vagy az is egy nehéz feladat? Szerintem nehezebb. Nehezebb? Szerintem szebb nőt nehezebb. Mert ott végig vigyázni kell arra, hogy szép is maradjon. És akármilyen indulatot mutatsz, akkor is rendezetnek kell lenni az arcodnak, és mégis úgy kell játszani, hogy mutasd az indulatot, mögötte legyen az, amit el kell játszani, de mégis nem torzíthatod el magad, nem grimaszolhatsz, nem veszítheted el a kontrollt az arcodon a jelenet hevében. Tehát sem. Nem elég, hogy szép egy színésznő, magát a szerepet is szépen kell tartani, hát vagy igen, azt a figurát. Igen. Csak igen. Állandóan ott a sminkes, és ott a sminkes. És ez borzasztó, igen, mert tényleg, szóval egy legkisebb kis, nem tudom én, porszem, vagy kis izzadság, csöpp, mondjuk az ember nem voltam én izzadó soha, de akkor is picit fénylik, már ott a pufnival, és néz föl, és tehát ez őrület, hogy ez micsoda. De egyébként mondom, hogy nekik ez nagyon-nagyon nehéz munka, tehát a sminkeseknek, a filmes sminkeseknek iszonyú nehéz dolguk van, mert miközben mondjuk még egy színész még néha le is ül egy jelenetben, nekik ott kell állniuk, és amikor éppen vizében, akkor azonnal ugrani kell. Tehát készenlétben kell lenni. Ez egy nagyon, jó, nagyon nehéz szakma. Igen, mert utólag már nem lehet gondosítani. Nincs fotosok. Mondjuk pláne vagy... abban az időben. Szerintem most már minden meg lehet csinálni. Most már lassan a színészre sincs szükség. Mert fotó alapján is
tudnak majd velünk filmezni. De ha csak így működik, akkor még van remény. Akkor még van remény, hogy mégis csak kellünk egy darabig. Hát a filmről még sokat beszélhetnénk, hiszen rengeteg filmben szerepelt. A színházakban viszont ugye 3-4 nagy korszakot tudunk fölemlegetni, a Kaposvár, a Katona József Színház, a Nemzeti Színház és most a Centrál Színház. Melyik a legkedvesebb most? Ez egy hirtelen föltett kérdés, nehéz választani, de talán lehet. Hát én nem szeretek nosztalgiázni, szóval én annyira örülök, hogy nekem az életem ilyen szépen és szerencsésen alakult, hogy ott lehettem a Katona József Színházba. És persze, hogy azt mondom, hogy ahogy az ember a fiatalságára, hogyha az sikeres és boldog, akkor arra persze, hogy azt mondja, hogy nem elég, hogy még fiatal is voltam, hanem még micsoda csodálatos helyen is voltam. Tehát én mindenképpen akkor azt mondanám, hogy hát persze a Katona József Színház, de akkor én nem mondom, hogy a Kaposvári, mikor annak köszönhetek mindent, mert ott egy év alatt 5-6-7 főszerepet játszottam, fantasztikus rendezőkkel, fantasztikus csapatban, ott tanították meg egyáltalán nekem azt, hogy kell létezni a színpadon, és hogy ne annyira izguljak, hogy azt se lássam, hogy a nézőtéren emberek ülnek például, és hogy nekem nekik kell játszani, nem pedig magamban ott nagyon tehetségesen ugyan, de egy magamban ugye ellenni és átérezni mindenfélét. Mert hogy a fiatalok, amikor a főiskoláról kikerülnek, akkor ezt gondolják, hogy marha tehetségesek, és akkor csak úgy magában azt olyan nagyon erősen érzi, hogy mi a feladat, és akkor azt lent is fogják tudni. De nem. Ezt át kell adni. Nekünk az a dolgunk a színészeknek, hogy a szerepeinket, amiket megírt egy író, az lényegében egy átnyújtsuk a nézőknek. És ehhez bizony tudni kell beszélni, tudni kell más úgy fogalmazni egy-egy mondatot és egy-egy jelenetet úgy kell abszolválnunk, hogy nem az a lényeg, hogy mi mennyire szenvedünk, hanem hogy a nézők megérezzék azt, hogy ez micsoda mondjuk fájdalmas jelenet. Nem nekem kell sírnom, hanem a nézőknek. Na, és azt, amíg megtanulja az ember, azért az jó sok idő. Nekem legalább 2 évben betelt Kaposváron, amikor tényleg rengeteget játszottam, és rengeteg főszerepet kaptam, hogy le tudjak annyira higgadni egyáltalán a színpadon, hogy megérezzem azt, hogy a nézők egyáltalán mennyire figyelnek. Ami egy iszonyú fontos dolog. Mert hogyha a néző figyelme lankad, akkor hibát követtem el. Akkor valahogy máshogy kell játszanom. Mert a néző figyelme nem lankadhat. Mert akkor nem. Hogy lehet lemérni? Tehát épp ez az, lehet. Hogy... A levegővételt is lehet érezni, és lehet fönt hallani a színpadon. Egyszerűen, ha az ember át tudja magát adni, hogy egy térben ott sok ember van, annak van egy olyan sugárzása, amit fönt a színpadon meg lehet érezni. És ennél jobb dolog, nem tudom, hát én színész vagyok, és ezt nagyon szeretem. Tehát ennél jobb dolog nincs, mint hogy én érzem azt, hogy együtt vagyunk, és én tudok adni valamit. És igenis, hogyha én lassan játszom, vagy lassú, vagy rossz, vagy nem vagyok eléggé koncentrált, akkor megérzem, hogy a nézők figyelme is lankad. Vagy aki kizárja magát a néző. Vagy aki kizárja, így van. Ott tehát, hogy teljesen magába beburkolod. Akkor nem, az nem működik. Igen. Uh-huh. Igen. És a Kaposvári Színház az egy nagy színház. Tehát az egy hatalmas, 3 emeletes. Tehát ott volt is hely arra, hogy megtanuljam, hogy mi az együtt lélegezni egy ilyen nagyon nagy térben, egy ilyen nagyon, nagyon nagy közössége. Ilyen szempontból a Katona József Színház azt mondhatom, hogy egyszerűbb helyszín, mert ugye az egy sok, hát a fele se a nézőtér. Tehát kisebb a távolság is. És, de ott is egy kicsit viszont máshogy kell játszani, mert ott meg nem lehetett már olyan nagyon nagy gesztusokkal dolgozni, mint a Kaposvári Színházban. Igen, ezért is van például az, hogy mondjuk a Víg Színházból valaki egy kisebb színházba bemegy, akkor mindig beszélgettünk erről, a Kern Andrissal sokat játszottam a Centrál Színházban. És nagyon édes, mert mindig így hülyéskedik azon, hogy kell a Vígben játszani, és hogy kell a Centrálban, ami szintén sokkal kisebb színház. És hát, mint tudjuk,
zseniális humorral, és nagyon mulatságosan mutogatja ezt, igen. Szóval, tehát azt nagyon szerettem, ugye a Kaposvár és akkor a Katona, és hát akkor jött a Nemzeti Színház, amit igazából én azért hagytam el a Katonát, mert azt éreztem, hogy én azt gondolom, hogy az a fiatalok színháza, az a fiatalok helye, az a fiatalok színháza. Ott egyáltalán nem figyelnek arra, és nem volt fontos, nem szemrehányásként mondom, csak tény, hogy idősebb színészek vagy színésznők hogy kapjanak munkát, és vegyenek elő például egy szerepet, mondjuk a számomra, vagy a kolléganőm számára. Nem, ők mindig arra figyeltek, hogy éppen az aktuális, legfontosabb helyzet, tehát az országban legfontosabb és legfrissebb helyzetre hogyan kell reagálniuk a színháznak, milyen műsorpolitikával. És ezért az háttérbe szorult, hogy a színészek milyen igazi nagy feladatokat kapnak, ami csak az övé, és ami igazán nagy. És én azt gondoltam, hogy most akkor igazából nekem jobb is, hogyha elmegyek onnan, mert akkor én nekem ott már nem lett volna olyan jó. Aztán átmentem a Nemzetibe, és ott sem lett egyáltalán jó, de az igazság az, hogy ez azért van, mert meg kellett tanulnom, és mele kellett szoknom, hogy 40 éves kor fölött, meg 45 után, meg aztán pláne, és én 43 voltam, amikor elmentem a Katonából, megváltozik a nőknek a feladata. Tehát azért mégiscsak akárhogy is veszük, a világirodalom 99%-a már eleve férfiakra íródott. Tehát most ezt, ugye, tehát ehhez nem szólok hozzá. De az is igaz, hogy fiatal nőkre, vagy legalábbis a középkoruk elején tartó nőkre, ugye? És leginkább szexuális helyzetek sokaságát keresik az írók, amikor valaki szerelmes, vagy valaki szerelmi bánata van, vagy boldogtalan, vagy gyereke van, vagy nincs gyereke, az is egy fiatalabb kor, vagy házassági válság, vagy féltékenység. Tehát csupa olyan korosztályt érintenek igazán nagy női szerepek, ami már elmúlt mellőlem, alólam, fölülem, nem tudom, mindegy. Tehát, hogy ki öregettem lényegében. És a középkorú színésznőknek a legnehezebb az élete, mert van ez a 10-15 év, amíg már nem vagyok elég fiatal, de még nem vagyok jó, elég jó öreg ahhoz, hogy már az idősebb izéket játszam. Szóval ilyenkor a legjobb türelmesnek lenni, és sok gyereket szülni, és akkor, tehát igazából, a Nemzetiben igazából nem éreztem jól magam. Hát pedig és az azért 12 év volt, és 3 igazgató. Igen, de megmondom, őszintén szólva, hamarosan elkezdtem a férjemmel megcsinálni a Centrál Színházat, ami a Vidám Színpad volt régen, és igazából azt tett engem boldoggá, hogy ott azért csak találtunk olyan munkákat nekem, amivel én boldog voltam. És igen, nem mondom, hogy nem játszottam egy-kettő nagyszerű dolgot, mert például a Nemzetibe azért eljátszottam a Macskalápont, ami hát egy egészen fantasztikus nagy szerep tényleg, de hát az sem egy igazán érdekes, mint női, szép női feladat, mert az egy kültelki cigányasszony. Egyébként egy média történet, bocsánat, csak most ezt nem akarom elmondani a részletet, egy igazi csodálatos drámai szerep, megöli a lányát, a gyerekét a végén a darabnak, és önmagát is. Tehát egy csodálatos feladat, de hát ennek is örültem, hogy legalább ez van, tehát annyira ritka. Vagy a Hermelinben már játszottam Kaposváron a Hermelint, a Nemzetiben játszottam az idős asszonyt, a Tóth Hermin helyett, a Lukács Antóniát, az idős színésznőt. Az is én azt nagyon élveztem. De hát el kellett fogadnom, hogy igazából azért olyan nagyon-nagyon sok nagy női szerep ebben a korosztályban
nincsen. Tehát ezért volt ez a magyarázata annak, hogy a Nemzetiben olyan keveset tudta megmutatni magát? Hogy tulajdonképpen az a magyarázata, igen, hogy én aztán azt megbeszéltem az igazgatókkal, hogy én egyet vagy kettőt játszom egy évben, ha adnak persze nagyon jó szerepet, természetesen elvállalom, de egyébként elmegyek a centrába, és ott is játszom, és akkor így legalább több helyen dolgozom. Tehát nekem ez így nagyon-nagyon jó volt részben, tehát is részben a férjemnek is tudtam így segíteni. Erről mindjárt beszélünk. Ki volt a legjobb igazgató a Nemzetiben a három garnitúrában? Nincs valami jó kép egy másik. Ez nem volt, miért lehet ezt? Nem kell ezt megkérdezni. Ez nem is az én tisztem ezt eldönteni. Az a nézőknek kell eldönteni, hogy melyik korszak tetszett nekik a legjobban. Akkor nem forszírozom, de sejtem. De azt akartam az előbb egyébként közbevágni, hogy tehát ez a négy színház közül, mondjuk a Kaposvár az a nagyon jó tanulói időszak, igen. A Katona az a siker és a csúcs, a Nemzeti az a, csak éljük már ezt túl, és igen. Most jön a Centrál, amikor ez a Boldogság színháza, vagy igen, egy öröm. Igen. Tehát azért ez jó, hogy sikerült megtalálni ezt a kiutat, mondjuk úgy, hogy a Nemzeti mellett, de ott igen. Párhuzamosan már ment ez a dolog, így ugye van, a férjével Puskás Tamás. Hát én 10 éve játszom a Centrál Színházban is, és az igazság az, hogy így az ember, amikor ilyen szempontból keres, tehát hogy én, vagy nem én, de mondjuk a színház dramaturgia valóban nekem keres szerepet, akkor azért lehet találni jó női szerepeket, és akkor azt meg is kapom, és akkor szerencsére azt el is játszhatom. Hogyha nem arról van szó, hogy egy ilyen nagy gyárban gyártani kell mindenféle politikailag aktuális, vagy nem aktuális, vagy bizonyos embereknek bizonyos tetsző témák, fontosabb témákat felölelő drámákat, mondjuk így akkor. Igen, ez a óvatatlanul a politika, hogyha azt mondjuk, hogy valamelyik korszakban ott volt a politika, akkor mindannyian tudjuk, hogy melyik az a korszak. Most így van. Ezt nem így van. Hiszem, hogy így ezt van. Meg kell így magyaráznunk. És a Nemzeti nem választható el a színháztól. A színháztól elválasztható, de a Nemzeti Színháztól végképpen. Igen. És erre rá kellett jöjjek. Tehát, hogy igen. Uh-huh. Ez ott nem elvárható és nem megúszható az a helyzet, hogy szembe kell nézni azzal, hogy nem az egyén és nem az egyes színészek fontos, hanem a repertoár és a milyen repertoár és milyen darabokat vesznek elő. Nem. És a megfelelni vágyás valamilyen szempontoknak. Uh-huh. De azt azért hogy nézték, milyen szemmel, hogy közben azért a másik színházban meg nagy sikerei mutatkoztak? Szerintem nagy kő esett le a szívükről, hogy nem kell velem foglalkozni. Végre megtalálta valahol a szerintem, helyét. Igen. Igen. Nem szépítem, nem gondolok más, nem gondolok jobbat. Aha, persze. Meg hát még a férje ráadásul az igazgató, és nem volt semmi. Lehet, hogy van, és az életben persze az emberek megjegyzéseket tesznek egymásra, mert ez nagyon könnyen megy, mert kicsi energiabefektetéssel jó nagyot lehet rugni a másikba, aki unatkozik, mert van, aki nem unatkozik, és nem foglalkozik ilyen dolgokkal. És általában akik nagyon sok mindennel foglalkoznak, és van sok dolguk az életben, azok nem is ilyenek egyébként szerintem. Azok nem tesznek csak így megjegyzéseket másik emberre. De nem tudom megint, hogy mit kérdezett, még nem tudom volna. Hogy milyen szemmel szóval, nézték. Hogy milyen szemmel nézték. Ennek, hogy a férje igazgató. Nem tudom. Gyerekkoromban minden nagyon zavart, és nagyon szerettem volna megfelelni mindig mindenkinek. És amikor már most idősebb lettem, akkor rájöttem, hogy ez nem megy, ez úgysem fog sikerülni. Szeretnek engem emberek, és nem szeretnek engem emberek. És aki nem szeret, az nem is fog megszeretni egyszerűen. Bármit csinálok, annak nem tetszik a pofám kész, és akkor vagy nem tetszik a játékom, ahogy játszom, vagy nem tetszik a színem, vagy a magasságom, vagy az alkatom, és ha meggebedek, sem fogok tudni megfelelni. Aki pedig szeret, annak meg nagyon örülök, és akkor az jön a színházba, és néz engem. Tehát nem tudok mást. És az nem is tesz rám rossz megjegyzést. Aki meg nem szeret, azok meg bármit csinálok, akkor is fog megjegyzéseket tenni rám.